Mennyire eredményes az európai diplomácia az orosz-ukrán háborúban? Az európai gazdaság felkészült az Oroszország nélküli életre. Milyen eszközökkel tud a nyugat hatást gyakorolni Putyinra? Az előadás során többek között ezekre és hasonló kérdésekre kaphattunk választ a Matthias Corvinus Kollégium pécsi képviseletének estjén. Az előadó ezúttal dr. Kis Rajmund, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője volt. A diplomata azt mondta, a diplomáciai munka folyamatos az orosz-ukrán háború idején. Nagyon sok bilaterális kétoldalú tárgyalást folytattak az európai nagyhatalmak, európai vezető országok, vezetői miniszterelnökök, elnökök Kijevben. Nagyon sok telefonbeszélgetés volt már február előtt is, és azóta is Putyin elnökkel is, és nagyon sok multilaterális NATO értekezlet van, nagyon sok EU-s külügyminiszteri értekezlet van, energiaminiszterek értekezletei, folyamatos a diplomáciai munka, sajnos ez kevésbé látványos. Én úgy gondolom, hogy a béke kellett volna, hogy a prioritás legyen már márciustól. Azt látjuk most az európai gazdasági folyamatokban, már Magyarországon is érezhető, hogy a szankciós politika nem gyengítette meg Oroszországot, viszont az európai tagállamokat igen. Több hónappal ezelőtt Magyarország mondta, hogy ne ássunk olyan gödröt Oroszország számára, mi európaiak, az Európai Unió tagjai, amibe esetleg mi eshetünk bele, tehát ne lőjük lábon magunkat. A gazdasági szankcióknak csak akkor van értelme, ez egyébként egy tipikus gazdasági diplomáciai eszköz, hangsúlyozta az MCC diplomáciai műhely vezetője, ha akire ezt kivetik, utána annak hátránya származik, és később ebből tanul, vagy majd alkalmazkodik a helyzethez. Most úgy állunk, hogy az Európai Unió tagállamai megszavaztak már 7 szankciót, miközben az Európai Unió gazdasága válságban van, és amitől folyamatosan retteget mindenki, hogy a feltörekvő országok versenyelőnybe kerülhetnek, vagy akár Kína folyamatosan versenyelőnybe kerülhet az Európai Unióval szemben, az Egyesült Államokkal szemben, most a vezető nyugati nagyhatalmaknak sikerült összeadni az egyébként eddig nem annyira szerelmes párt, Oroszországot és Kínát. Az Egyesült Államok helyzete nem ennyire egyértelmű. Az európai gazdaság nem készült fel az Oroszország nélküli életre. Az európai országoknak nagyon kedvező, jó gazdasági kapcsolata volt Oroszországgal a háború előtt. Lehet, hogy voltak ideológiai nézetkülönbségek, de gazdaságilag nem lehet leírni, a háború előtt a világ 11. legnagyobb gazdasága volt Oroszország. Butaság lenne, jóval pragmatikusabban kell gondolkozni, úgy kell gondolkozni, mint a magyar politika. A magyar külgazdaság és a külpolitika kölcsönös tiszteleten alapul, de gazdasági előnyöket szeretnénk. Nem lehet olcsó orosz energiaforrás nélkül versenyképes európai gazdaságot építeni, fenntartható növekedést elérni. Azt, hogy milyen eszközökkel tud a nyugat hatást gyakorolni Putyinra, nem lehet tudni. Úgy tűnik egyelőre semmilyen módszerrel senki nem tud ráhatni, fűzte hozzá a diplomata. Nem látok bele az orosz elnök fejébe, azt gondolom, hogy senki, hiszen február elején senki nem gondolta, hogy Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát. Voltak erre jelek már az elmúlt egy évben, de senki nem gondolta, hogy ez be fog következni, és az orosz csapatok nem csak Kelet-Ukrajna felé, hanem akár a fővárosig fognak vonulni. Nem tudjuk, hogy mi a folytatás. Én azt gondolom, hogy az európai vezetőknek is tárgyalniuk kell, és arra kell kérni, késztetni diplomáciai úton az orosz elnököt, hogy üljenek le, kell egy független közvetítő, teljesen mindegy, hogy az ki lesz nagyhatalmak közül, akiben megbízik Zelenszky elnök és Putyin elnök is, és először legyen fegyverszünet, majd béketárgyalás. A történések, amelyek befolyásolják a világ sorsát, alakulását, megjelennek az MCC előadás sorozataiban is. A témát igyekeznek alaposan körüljárni, mondta Pónusz Róbert, a pécsi képviselet vezetője. Azt láthatjuk, hogy a világ nem lett az elmúlt időszakban egy békésebb hely, az országok közötti különféle törésvonalak sok esetben egyre csak mélyültek, és hát a szomszédunkban zajló háború ez továbbra sem került megnyugtatóan rendezésre. Éppen ezért, hogy ezt kellőképpen megtárgyaljuk, és láthassuk azt, hogy milyen eszköztára van a tárgyalásokban résztvevőknek és a konfliktusban érdekelt feleknek, ezt Kis Rajmundot, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjét kértük fel. Az MCC pécsi képviselete készül az új tanévre, indul a szezonnál.
náluk is szeptemberben. Heti rendszerességgel szerveznek majd programokat a Matthias Corvinus Kollégium nyáron megújult pécsi képzési központjában.